mégsem mondja fel Irán a nagyhatalmakkal kötött atommegállapodás egyes részleteit, az Egyesült Államok által beígért szankciók ellenére sem, jelentette be az állam atomenergia ügynökségének szóvívője. A perzsa ország vezetése korábban még azt ígérte, újra belekezd atomprogramjába. Az Európai Unió külügyminiszterei elítélték Irán lépését, és bírálták, hogy az Egyesült Államok újra büntető intézkedéseket vezetne be Iránnal és a perzsa állammal kereskedő európai országokkal szemben is. Európa eléggé erőtlenül lépett fel az Egyesült Államok fenyegetésével szemben, vagyis azzal szemben, hogy az amerikai igazságügyi és pénzügyminisztérium is szankciókkal büntetne európai vállalatokat. Nem gondolom, hogy sok esély lenne arra, hogy Európa az utolsó pillanatban elkerülje ezt a helyzetet, mondta egy elemző. Donald Trump amerikai elnök szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt lépett ki egyoldalúan a 6 nagyhatalom és Irán között megkötött megállapodásból. Kiléptettem az Egyesült Államokat a borzasztó iráni atommegállapodásból, és sajnos csak ma éreztem eléggé szükségesnek, hogy újra szankciókat vezessek be az iráni acél, alumínium és réziparra. Azért, mert remélem egyszer, de lehet, hogy sosem, talán sosem, de le tudunk majd ülni és kidolgozni egy tisztességes megállapodást. Senkit nem akarunk bántani, tisztességes megállapodást szeretnénk. Nem akarjuk, hogy Irán atomfegyverekhez jusson, csak ennyit akarunk, mondta az amerikai elnök. Az atommegállapodás lényege éppen az volt, hogy ismét kereskedelmi kapcsolat alakulhasson Irán és a világ többi országa között, amiért cserébe a perzsa állam lemond urándúsítási terveiről, illetve beleegyezik, hogy nemzetközi ellenőrök felügyeljék atomprogramját.